akkor föltevődik tényleg a kérdés, hogy kit is képvisel valójában Macron elnök egy ügyet, vagy pedig a francia szavazókat. És ez egy üzenet Putyinnak, hogy ne bízza el magát teljesen. A hadelméletnek a nagy klasszikusai, a jó, a rossz és a csúf megtanítottak minket arra, hogy ha lőni akarsz, akkor lőj és ne beszélj. Szóval ne higgyük azért magában azt, hogy nyugati katonák nincsenek Ukrajnában. Nagy szeretettel köszöntöm a Mandiner nézőit és hallgatóit, ez itt a Harctér, a Mandiner heti geopolitikai magazin műsora, Robert C. Kastellel és Bendarzsevszky Antonnal, illetve a házigazdát Póca Istvánt látják haját. Szeretettel köszöntelek benneteket. Első témánk, Macron nagyport kavart nyilatkozata és egy orosz válasz, egy viszont válasz Vlagyimir Putyinnak a részéről. Ugye Macron egy nagyon furcsa nyilatkozatot tett, amiben nem mondta azt, hogy küldenének NATO csapatokat Oroszország területére, de azt mondta, hogy nem zárható ki ennek a lehetősége. Mit gondoltok erről? Én azt hiszem, hogy mikor nincsenek gyakorlati eszközeink arra, hogy valami, azonnal valamilyen számottevő változást hozzunk létre a helyzetben, akkor megpróbáljuk a réseket a valóságban kitömni nagy szavakkal. És valószínűleg ezt látunk most is. Valószínűleg ezt láttuk most is, megpróbálti nagyon erős kommunikációval kipótolni azt, amit nem tud leszállítani. De a probléma az, hogy a kommunikációt nehéz beletölteni az ágyúnak a csövébe, és kilőni az oroszokra. És szerintem egy ilyen teljesen mellékes nyilatkozat, amit valószínűleg nem egy előre előkészített, tudom én, csavarról volt szó, hanem valamit improvizálhatott Macron, mert utána láttuk, hogy ezek a különböző magyarázó emberek ilyen válságkezelés módban léptek, és elkezdték magyarázni, hogy hát igen, hogy nem erre gondolt, meg semmiképpen nem harci alakulatok, vagy legfeljebb ilyen harctámogatók, aknamentesítők, műszaki személyzetnek hasonló dolgokról lenne szó, tehát látjuk, hogy azonnal megjelent ennek egy ilyen válságkezelési módban a francia média és a francia kormánynak a megmagyarázó emberei, és ezek voltak a reakciók. És a probléma az, hogy abban a pillanatban, amikor beledobsz egy követ a pocsajába, utána a gyűrűk azok elkezdenek terjedni tovább, tehát azt már nem lehet megállítani. És akkor láttuk a különböző reakciókat, először a nyugati szövetségesektől, akkor láttuk Oroszország reakcióit is, és én azt hiszem, hogy ez nem tett hozzá a helyzethez. Én azt hiszem, hogy a hadelméletnek a nagy klasszikusai, a jó, a rossz és a csúf megtanítottak minket arra, hogy ha lőni akarsz, akkor lőj és ne beszélj. Nagy részt egyetértek Robival. Szerintem is ez egy politikai kommunikáció Macron részéről, amely arra irányult, hogy most éppen van egy ugye felfelé Oroszországnak kedvező trend, a nyugati szállítások nem érkeztek meg, Oroszország most sikerben érzi magukat, a szankciók nem működnek, és ez egy üzenet Putyinnak, hogy ne bízza el magát teljesen, mert a nyugati érdek az, hogy Oroszország ne nyerjen Ukrajnában, és ha szükség lesz rá, akkor a NATO vagy Franciaország akár katonai csapatokat is küldene Ukrajnába. Robival ellentétben ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez nem egy véletlen elszólás, ez egy teljesen tudatos kommunikáció Putyin irányába. Tehát azért mintha nem egyeztették volna. Azt nem tudom, hogy egyeztették-e, de a francia, vagy a német, vagy a brit diplomácia nem mond véletlenül csak úgy dolgokat bele. Ez egy ugye megrendezett eseményen történt. Franciaország összehívott egy Ukrajna támogató katonai koalíciót, legalábbis annak a részét, általában az egy Rammstein formátumban folytatódik, 52 ország részvételével. Most több mint 20 ország vett rajta részt, európai országok, amelyek fegyvereket szállítanak Ukrajnának, és azon hangzott el, tehát nem egy véletlen újságírói kérdés, nem egy olyan helyzetben érte ez a nyilatkozat a nyilvánosságot, amikor Macron mondjuk nem számított rá, és mondott valamit. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen tudatos politikai kommunikáció Oroszország irányába. Más kérdés, hogy mi van mögötte, mi a valóság tartalma, mert ilyen nyilatkozatokat hallhattunk egyébként egy évvel ezelőtt is. Lengyelország dobta be a köztudatba azt, hogy egyébként Lengyelország hajlandó lenne lengyel katonákat is küldeni Ukrajnába, bár pontosították, hogy nem a frontra, hanem békefenntartóként, hogy biztosítsák a nyugati katonai eszközöket, a nyugati támogatást.
támadást, hogy azokat ne érje támadást. De hát azóta eltelt több mint egy év, és lengyel békefenntartókat nem láttunk Ukrajnában, és nem bocsánat, is megszakítanak, minden tiszteltem a lengyelekért, de azért, hogyha a francia elnök mond egy ilyet, az kicsit máshogy esik latba. Már azért is, mert a lengyelek ugye szomszédban vannak ennek a konfliktusnak, ők azért jobban meg tudják maguknak engedni, meg is engedik, hogy erőseket nyilatkozzanak. Egyrészt, másrészt ők ugye saját katonákról beszéltek. Macron nyilatkozatában meg NATO katonákra lehet következtetni. Nem mindegy. Igen, nem mindegy, de nagyon fontos, hogy hogyan hangzott ez szó szerint ugye Macron nyilatkozott, és idézted is, ugye ő nem mondott semmit arról vonatkozólag, hogy küldenének katonákat, nem zárta ki ennek a lehetőségét, és egyébként biztosak lehetünk benne, hogy a NATO országok előtt minden lehetséges forgatókönyv, amivel számolnak, ott van előttük. Beleértve... De ez a worst case szenárió, nyugtassátok meg. Beleértve azt is, hogy mi történik akkor, hogyha katonákat kellene küldeni Ukrajnába. De ez nem azt jelenti, hogy ez egy valószínű szenárió, vagy bármennyire magas ennek a valószínűsége. Főleg úgy, hogy a NATO egy védelmi szövetség, tehát más kérdés, amikor egy NATO tagországot megtámad valaki, egy külső agresszor. És megint más kérdés, hogy a NATO-nak, mint katonai szervezetnek egy másik országba, egy nem NATO tagországba kell beavatkozni, mert itt konszenzusos döntések történnek, és erre biztos vagyok benne, hogy nem lenne konszenzusos döntés a NATO tagországok részéről. Ugyanakkor egy másik, sőt, mondok két másik szempontot, ne haragudjatok, hogy elhúzom egy kicsit az időt. Az egyik szempont az, hogy alapvetően a háború kezdete óta van egy világos megkülönböztetés a háborús felek és a támogatók között. Ez az ENSZ alapokmányában van benne. Nagyon világosan megfogalmazza, hogy ki az agresszor, ki az elszenvedője a konfliktusnak, hogy Ukrajna mint a konfliktus elszenvedője, és Oroszország mint az agresszor. És ebben a helyzetben az ENSZ alapokmánya egészen világosan megfogalmazza, hogy minden a konfliktus elszenvedőjének nyújtott segítség, támogatás, az jogos, és nem teszi háborús hadviselő féllé azokat az országokat, amelyek segítik Ukrajnát. Ám de onnantól kezdve, hogy ezek a támogató országok közvetlen katonai erőt alkalmaznak az agresszorral szemben, beleértve a közvetlen csapásokat, beleértve a katonai erő alkalmazását, onnantól kezdve vörös vonal, és automatikus a hadviselő félé válnak. És ez az, amit minden nyugati ország kerülni szeretné, hogy a konfliktusnak a földrajza kiteljesedjen, és hogy ezek az országok hadviselő félé váljanak Oroszországgal szemben, egy nukleáris hatalommal szemben. Tehát ez nem több annál, mint egy politikai nyilatkozat Vladimir Putyin irányába is. A másik szempont, csak gyorsan befejezzem a gondolatmenetemet. A másik szempont az, hogy ne higgyük azért magában azt, hogy nyugati katonák nincsenek Ukrajnában. Nem vesznek részt a harcokban, nincsenek a frontvonalon, de hát tanácsadói, kezelői szinten ott vannak, a nyugati fegyverek működésében segítik az ukrán haderőt, a bizonyos, mondjuk nagy hatótávolságú rakétarendszerek, vagy a HIMARS rendszerek kezelésében jelen vannak, ezeket nem adták át Ukrajnának. Igen, erről pont engem hallottam Sonkuti Bálintot beszélni, aki azt mondta, hogy vannak olyan eszközök, amit egész egyszerűen nem adnak az ukránok kezébe, és csak nyugati katonák, szakértők kezelhetik ezt, de hogy ezt a helyzetet az oroszok is kvázi elfogadták, és nem úgy tekintenek rá, mint egy teljes léptékű nyugati beavatkozást. Viszont... Ez ugye mi biztonságunkat is szolgálja, hiszen a nyugati, a mi katonai szövetségi rendszerünkben lévő kifejlesztett katonai rendszereket, amelyeket Magyarország is használ, Magyarország részben használja. Ezeket nem adjuk át egy nem NATO tagországnak, tehát ezeknek a kezelését, a biztonsági kódokat, a technológiát nyilván nem adjuk át. Nyilván támogatjuk Ukrajnát, de kellő óvatossággal. Igen, tehát hogy ők is kihasználhatják, úgymond az ő titkos szolgálatuk ezeket az információkat. Vagy hozzájuthat egy másik titkos szolgálat. Na de, Ursula von der Leyen... István, be lehetne vinni még két... Ursula von der Leyen asszonyról beszélnénk, tehát szeretnék még három szempontot megemlíteni. Az egyik az, hogy ezek a CIA paramilitári
kvázi katonai alakulatok, amik ott vannak, meg a katonai tanácsadók, ezek nem csak a katonai feladatokat látnak el, hanem nyilvánvaló, hogy az ukránoknak is a körmére néznek. Tehát van egy ilyen funkciójuk is, hogy ott helyben meggyőződnek arról, hogy azok a jelentések, amik Ukrajnából nyugat felé mennek, azok megfelelnek-e a valóságnak, vagy nem. Tehát van egy ilyen funkciója is ennek a katonai jelenlétnek, és ez így van a jelenlegi hidegháború többi hadszínterein is. Ez egyik dolog. A másik dolog az, hogy mintha nekem egy ilyen déjà vu érzésem volt, mintha így kezdődött volna a vietnámi háború is két amerikai liberális elnök alatt. Tehát először csak tanácsadók voltak, utána a technikai segítség, utána a többit már ismerjük, és hogyan alakult a helyzet. Tehát ez egy sikos lejtő, ami igen-igen veszélyes. És a harmadik dolog, egy kérdést szeretnék föltenni. Tehát látjuk azt, hogy Ukrajna emberanyaghiányban van, és látjuk azt, hogy az ukrán parlament nem siet megszavazni ezt a félmillió katonának a mozgósítását. És akkor az a furcsa helyzet állt elő, hogy Ukrajna nem hajlandó további katonákat állítani, ugyanakkor van egy NATO tagállam, amelyik hajlandó katonákat küldeni. Tehát miért akarja Franciaország jobban azokat a katonákat a frontra küldeni, mint Ukrajna? Tehát van itt egy érdekes kérdésemmel kapcsolatban. Egy gyors kérdés akkor még von der Leyen előtt, mert őt is fel akarom hozni, mert ő is reagált a helyzetre, ha nem közvetlenül, de közvetett módon is. De hogyha játszunk el a gondolattal, Macron úgy dönt, franciák úgy döntenek, hogy küldenek katonákat az ukránok megsegítésére. Ez azt jelenti, hogy a NATO hadban kerül Oroszországgal, mert az egyik tagország küld katonákat, vagy ha a többi tagország kifejezi, hogy ők ezt nem támogatják, és ettől elhatárolódnak, akkor az oroszok nem így fogják tekinteni. Mivel a NATO egy védelmi szövetség, önmagában, ha egy NATO tagország beavatkozik valahogy konfliktusba, ez nem jelenti azt, hogy a NATO egésze a konfliktus részesévé válik. Tehát ebben az esetben... Bocsánat, ez papíron biztos, hogy így van, de az oroszok szemébe is így az van. Oroszok szemébe. Hát az, hogy az orosz kommunikáció egyébként mit fog ebből kihozni, az más kérdés, de az, hogy az orosz vezetés számára, mint célpont, a NATO egésze, az nem fog automatikusan hadviselőfélé válni, hiszen Oroszország is kerüli a NATO-val való összecsapást. És azért két dolgot is mondanék ezzel kapcsolatban. Egyrészt, amit elmondtam, hogy önmagában egy NATO tagország részvétele. Ugye a világ más konfliktusaiban is így van, hogyha Franciaország beavatkozik Maliban, ez nem azt jelenti, hogy a többi NATO tagország is automatikusan hadviselő félé válik. Szerencsére. A másik szempont pedig önmagában... Csak bocsánat, egy Maliban való beavatkozás nem olyan, mint mondjuk az oroszokkal szemben beavatkozni. Nem, de hogy ennek a logikája ugyanez, hogy önmagában a szövetség többi része automatikusan nem kell, hogy megsegítsék Franciaországot Maliban, vagy automatikusan a mali hatóságok szemében nem válnak hadviselő féllé. Jó, csak bocsánat, a mali hatóságok nem tudom, nem fognak Európán keresztül átlövöldözni Franciaországba, még mondjuk az oroszok át tudnak lövöldözni. De a logikája ugyanez. Aha. A másik dolog pedig, hogyha Franciaország esetleg, ha teljesen hipotetikusan eljátszunk ezzel a gondolattal, aminek egyébként a valószínűsége továbbra is rendkívül alacsony, de ez ugye Franciaország katonákat küldene, reguláris katonai erőket küldene Ukrajnába, ez még automatikusan nem tenné őket hadviselő féllé, ez csak attól a ponttól válna azzá, hogyha ezek a katonák harcba bocsátkoznak az oroszokkal. Tehát hogyha nem tudom, francia alakulatok ott vannak Nyugat-Ukrajnában, vagy segítik mondjuk az ukrán katonák kiképzését, persze az orosz kommunikáció felfújhatja a dolgot, hogy itt Franciaország hadviselő félé válik, de egészen addig, amíg ezek a katonák nem lőnek rá orosz célpontokra, addig nem történik meg a nemzetközi jogban ez a vörös vonalváltás. És egyébként ugye mindkét fél, mind a nyugati országok, mind Oroszország eddig nagyon kínosan ügyeltek arra, hogy még azokban az esetekben is, amikor történt konfrontáció, amikor nem tudom, Romániába vagy Moldovára, Moldova nem NATO tagország, nem mondjuk Romániára orosz rakéta hullott, vagy betévett egy orosz vagy egy ukrán drón ezekben az országokban. Vagy a kikötő környékén felrobbant valami. Vagy lelőttek egy amerikai drónt, ha emlékezünk rá, a Fekete-tenger fölött. Akkor önmagában ugye nagyon óvatos nyilatkozatokat tettek mind Oroszországban, mind nem tudom, az Egyesült Államokban, vagy amikor Lengyelországban történt hasonló eset. Tehát próbálták ezt a konfliktus felfolyásának a potenciáját gyorsan rövidre zárni, hogy nehogy ebből valami
valami eszkaláció történjen. Na de hagyj hozzak be egy másik szempontot, és Robert, hozzád fordulnék, ez pedig a híres neves, vagy hírhet a francia idegen légió kérdése, hogy az elképzelhető, hogy ilyen kvázi fél hivatalos vagy fél katonai szervezeteket bevetnek, amik ilyen magánvállalkozásként tűnnek, tehát lehet ennek egyfajta megágyazása a Macronnak a nyilatkozata? Ezzel kapcsolatban én azt javasolom, hogy tegyük félre ezeket a technikai kérdéseket. Tehát elvben a nyugat fölállíthat egy nyugati Wagnert, és azt a nyugati Wagner alakulatot küldheti harcolni Oroszország ellen, és akkor azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag ezek nem nyugati katonák, hanem ez a nyugat Wagner, mondjuk a Blackwaters, vagy valamilyen másik ilyen hasonló cég. Ugyanakkor láttuk azt, hogy ez bizonyos esetekben elrettenti a másik felet, bizonyos esetekben meg nem. Bizonyos esetekben casus belli jelenthet, és bizonyos esetekben nem. És én azt javasolom, hogy a lényegre koncentráljunk. Teljesen mellékes, mit mond erről a nemzetközi jog. Hogyha Oroszország úgy ítéli meg, hogy a pillanatnyi érdeke azt kívánja, hogy casus bellit lásson a nap felkeltében, akkor ez lesz az ok, ami ki fogja váltani a háborút. Ha pedig Oroszország mindig kínosan megpróbálja elkerülni az összeütközést a nyugattal, akkor a nyugat sokkal nagyobb provokációkat is megengedhet magának, és nem lesz belőle háború, általános háború Oroszország és a NATO között. Tehát én teljesen mellékes, mit mond a nemzetközi jog, vagy majdnem mellékes, és ezek a technikai kérdések, hogy ezek most milyen zászló alatt vonulnak, ez is csak attól függ, hogy a másik fél háborúsokat akar lelátni benne, vagy nem. De van itt egy dolog, ami engem nagyon-nagyon aggaszt, mondjuk úgy. Tehát van egy ilyen axióma, hogy Oroszország el van rettentve, Oroszország nem akar semmiképpen háborút a NATO-val, és nekem nagyon emlékeztet azokra az axiómákra, amik itt voltak Izraelben október 7-e előtt a Hamasszal kapcsolatban. És csupán arra szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy az erőviszonyok Izrael és a Hamasz között sokkal kedvezőtlenebbek voltak a Hamas számára, mint az erőviszonyok a NATO és Oroszország között Oroszország számára, és mégis megtörtént ez a támadás. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon kell vigyázni ezzel az axiómával, hogy ez lehet, hogy most, ma február 29-e van 10 óra Budapesten, lehet, hogy ez igaz, ez az axióma. Lehet, hogy 5 perc múlva már nem lesz igaz. Hát én azt javasolom, nagyon-nagyon óvatosan kezeljük ezeket a dolgokat, és azért, mert a mi racionális számításunk szerint február 29-én egy illedelmes szuperhatalom nem indít háborút, az nem jelenti azt, hogy ők is ugyanígy látják ezt a dolgot, vagy 2 nap múlva ugyanúgy fogják látni. Hát én azt javasolom, hogy tartsuk nyitva az opcióinkat, és jól vizsgáljuk meg, hogy mi történik a határ másik oldalán, mert látjuk, hogy hogyan következnek be ezek a meglepetések. Még a műholdak, meg a drónok, meg még egy ilyen közhely, amit állandóan hallunk, hogy a műholdak, meg a drónok korábban már nem lehetnek stratégiai meglepetések. Tessék, itt volt stratégiai meglepetés ezelőtt néhány hónappal a műholdak és a drónoknak az orra alatt. Hát én azt javasolom, hogy vigyázzunk ezekkel az axiómákkal. Szegény von der Leyen, megint hátrébb sorolom egyen, viszont idéznék Olaf Scholz német kancellártól, aki valószínűleg ebből a szempontból egy fontosabb szereplő és tényező, és ő úgy fogalmazott, nem lesznek szárazföldi csapatok, nem lesznek európai országok, vagy NATO államok által odaküldött katonák ukrán földön, gyakorlatilag reagált Macronnak a nyilatkozatára. Ugyanezt történt a V4 csúcson, amiről ha lesz időnk, akkor beszéljünk majd külön is. Ott is összezártak a vezetők, és ott is ugyanúgy elmondták, hogy ezt a szenáriót a V4 országok, a V4 tagországok nem támogatják. De. És akkor most jön von der Leyen. Von der Leyen rácsatlakozott, és azt mondta, hogy sürgősen újjá, európai biztonság és védelmi megerősítéséről tartott konferencia, vagy ilyen vita, mondta azt, hogy sürgősen újjá kell építeni, meg kell erősíteni, és modernizálni kell az EU tagállamok fegyveres erőit. Ezt többen úgy értelmezték, ezt a megszólalást, hogy Macronra kapcsolódott rá azzal, hogy fel kell készülni, aztán valahogy egy másik sírta nincs előttem pont az a idézet, de hogy fel kell készülni bármilyen eshetőségre. Most akkor itt a... Azt gondolom, hogy ebben nincs ellentét köztem is Robi között. Konzekvensen ezt mondjuk nem csak a harctér adások mentén, hanem előtte is, hogy a Európának minden potenciális veszélyre fel kell készülni, és az európai védelemnek, az európai hadseregnek...
tehát az európai hadsereg eddig nem volt egy túl igen, csak bocsánat, állapotban. Hogyha a von der Leyennek a nyilatkozata, és nagyon sok helyen így is jött le, olyan fénytörésbe került, Macron, mintha Macronra csatlakozva, Macront erősíteni meg, nem mondja azt, hogy persze Macronnal értünk, ért egyet az Európai Bizottság, meg az Európai Unió vezetése, de minthogyha azt dúcolta volna picit alá, hogy nem szabad kizárni semmilyen esetőséget, miközben a német kancellár meg egy csomó másik országnak a vezetője azt mondta, hogy ezt felejtsük el, ez egy butaság volt. Azt gondolom, hogy a különböző politikusok nyilatkozatait helyé kell kezelni. Sokszor ezek politikai kommunikációt szolgálják, bizonyos jelzéseket adnak bizonyos országoknak, és az, hogy az egyik politikus egy adott helyzetben átmond, ez nem jelenti azt, hogy egy héttel később ne mondana B-t. Az, hogy mi az európai érdek a jelenlegi formában, ebben azt hiszem minden ország egyetért, minden EU-s ország egyetért, beleértve Magyarországot, Lengyelországot és a nyugat-európai országokat is, mégpedig az, hogy Európának nem érdeke, hogy minél több közös határa legyen Oroszországgal, ez az egyik alapvetés. Ugye a magyar miniszterelnök is erről beszélt, hogy magyar stratégiai érdek, hogy ne legyen közös határunk Oroszországgal. És a másik európai érdek az, hogy legyen egy ütőképes hadsereg, amely képes megvédeni Európát bármilyen lehetséges krízis helyzetnél. Akár egy Oroszországgal való összecsapása, akár bármilyen más helyzetben, mert jelenleg az európai védelmi erők erre nem képesek. Van egy amerikai védőernyő, amely bizonyos fokú biztonságot garantál Európának, de ez nem elegendő, és nem jó, hogy csak önmagában erre vagyunk rászorulva. Tehát ezeket a védelmi erőket kell fejleszteni. Minden más politikai nyilatkozat, hogy küldünk-e katonákat Ukrajnába, vagy nem küldünk, vagy küldünk fegyvereket, nem küldünk, ez az adott helyzetben értelmezhető politikai kommunikáció. Ez az Olaf Scholz, aki most azt mondja, hogy nem kizárjanak a lehetőségét. 2 évvel ezelőtt annak a lehetőségét is kizárta, hogy harckocsikat küldene Németország Ukrajnába, vagy hogy támadó jellegű fegyvereket küldene Németország Ukrajnába. Ne felejtsük el, hogy a háború első napjaiban Németország mit szállított Ukrajnának? Sisakokat. És azt mondták, hogy támadó fegyvereket ki van zárva, hogy támadó jellegű fegyvereket küldjenek. Azóta ugye ez erősen az amerikaiak meggyőzték őket. Na de, műsorunkkal egy időben, vagy a műsorunk felvételével egy időben Vlagyimir Putyin beszédet tart, és Anton beletekintett a felvétel előtt egy 2 perccel ebbe a beszédbe és a beszédnek a részleteibe, amiben Putyin reagált a Macronnak erre a nyilatkozatára. Mit mondott Putyin? Ugye közben is próbálom követni, pont igen, egy időben indult a Putyin beszéde, mint a felvétel. Putyin azt reagálta a Macron beszédére, hogy minden külföldi ország, amelyik katonákat küldene Ukrajnában, az orosz rakétacsapások számára egy potenciális célponttá válik. Nyilván Putyinnak most erőt kellett mutatnia, és el kellett rettenteni a másik, a maga oldalára ugye a potenciális ellenfeleket. Tehát ezek politikai nyilatkozatok. Egyébként önmagában érdekes lesz, hogy Putyin mit mond, próbálom közben követni, mert a Dmitri Peszkov, Putyin szóvivője úgy harangozta be ezt a beszédet. Ugye Putyin hagyományosan minden egyes évben egy ilyen, mond egy évértékelő beszélt a nagy nyilvánosság előtt mindig az év végén, és mindig az év elején pedig az orosz alkotmány szerint neki az orosz parlament felsőháza előtt kell tartania. És ez most az a beszéd. És most ez a beszéd egyetlen egyszer maradt ki, 2023-ban. Ez olyan, mint a State of the Union az Egyesült Államokban? Azt hiszem, igen, bár bevallom, azt kevésbé követem, mint a posztszovjet térségnek az eseményeit. És úgy harangozták be ezt a beszédet, mint Putyin egy olyan stratégiai víziót fog mondani Oroszország és az egész régió számára, amely nem csak a következő 6 évben, figyelem, az orosz elnöki ciklus 6 évig tart, 1 hónap múlva, 2 hét múlva választások lesznek, Putyin még nem választották meg, de minden esetre... Az eredmény borítékolható. Az eredmény borítékolható, minden esetre nem csak a következő, tehát Peszkov szóhasználatát mondom, nem csak a következő 6 évre most stratégiai víziót, hanem annál sokkal tágabb időszakra is megmondja, hogy hol lesz Oroszország általa látott pozíciója ebben a nemzetközi világrendben. És az által eddig olvasottakból kiderült már, hogy hol lesz? Azt mondta, hogy az egész eurázsiai régió számára egy teljesen új, átfogó biztonsági rendszert kell létesíteni,
ami számomra most így első olvasatban két dolgot jelent, szorosabb kapcsolat Kínával, és az orosz érdekszféra elsősorban Közép-Ázsiában és a Kaukázusban ennek a szorosabb integrációja Moszkva központi felügyelete alatt. Robert, te mit szólsz a Putyin reakcióhoz, meg a Scholz és von der Leyen megnyilatkozásokhoz? Én úgy gondolom, hogy a gyakorlati szinten nézve, vizsgálva a dolgokat, azt látjuk, hogy ezek a nyugati megszólalások segítik Ukrajnát. Tehát milyen szempontból segítik Ukrajnát? Segítik ugyanakkor, hogy van egy ára. De olyan szempontból segítik Ukrajnát, hogyha Oroszországnak most avval kell számolnia, hogy megnövekedett az esélye egy esetleges háborúnak Franciaországgal, vagy csak annak, hogy megjelenek mondjuk francia csapatok Ukrajnában, akkor az leköt orosz kapacitásokat. Tehát Oroszországnak félre kell tennie a katonai erejének egy részét, hogy egy esetleg egy ilyen háborút megvívjon. A hírszerzésileg is megosztja Oroszország figyelmét, hogyha eddig csak Ukrajnára kellett volna, idézőjelben, csak Ukrajnára kellett odafigyelni, akkor most azt is kell, annak is kell hírszerzési erőforrásokat szentelni, hogy megvizsgáljuk, hogy megérkeztek-e francia csapatok, nem érkeztek meg francia csapatok, mert hogyha megérkeznek, és Oroszország nem reagálja ezt le az elején, akkor nagyon hamar ott találhatja magát, hogy egy hatalmas nemzetközi kontingens van ott Ukrajnában, és gyakorlatilag a válságot egy nagyon magas szintről kezdi el kezelni. Tehát ilyen szempontból ez segítik Ukrajnát ezek a nyilatkozatok. És látjuk azt például, hogy az egyik oka, miért Oroszország nem vetette be a légierő elejét sokkal erélyesebben ebben a háborúban, az ukrán légvédelemtől való félelmen kívül, az a szándék, hogy az orosz légierő képezi a stratégiai tartalékot egy esetleges NATO elleni háborúra. Tehát ilyen szempontból a segítség. Mi ennek a veszélye? A veszélye a sikos lejtő. Hogy ezen a sikos lejtőn Európa nagyon hamar egy háborúban, vagy a NATO nagyon hamar egy háborúban találhatja magát Oroszországgal. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy figyelve ezeket a megnyilatkozásokat, látszik teljesen egyértelműen, hogy a nyugati vezetőket két csoportra lehet osztani. Vannak olyanok, akik az államuknak vannak elkötelezve, a szavazópolgáraiknak, és vannak olyanok, akik az ügynek vannak elkötelezve. És halljuk azokat, akik egy ügynek vannak elkötelezve, egy NATO főtitkárt, egy ilyen von der Leyen asszonyt, aki, mint német hadügyminiszter, mindent megtett, hogy ehhez a gyalázathoz hozzájáruljon, ami most a Bundeswehr. Látszik, hogy ügynek vannak elkötelezve, és nem az országuknak. Ugyanakkor Schulzenél sokkal nagyobb felelősséggel beszélt, és csak Macron elnök lóg ki ebből a sorból, és akkor föltevődik tényleg a kérdés, hogy kit is képvisel valójában Macron elnök egy ügyet, vagy pedig a francia szavazókat. És ilyen szempontból a haladó nyugati politikai vezetők kicsit Iránra emlékeztetnek. Ők se tudják még eldönteni, hogy Irán most egy állam, vagy pedig egy ügy. Anton, nem tudom, szeretnél reagálni? Hát annyit reagálnék, hogy azért az, hogy a szavazók mit képviselnek, nagyon fontos, nyilván demokráciákban élünk, és minden államfő vezető számára nagyon fontos, hogy milyen visszacsatolást kap, hiszen legközelebb vagy megválasztják, vagy nem választják meg. De ettől függetlenül... Macront nem fogják, ezt tudhatjuk. Hát mert nem lehet, ez a második ciklusa. De önmagában az, hogy egyébként az adott állami vezetőnek mi a stratégiai víziója az adott ország számára, mennyire veszi figyelembe mondjuk a nemzeti... Tehát az mit gondol a nemzeti érdekekről, vagy az adott országot ért potenciális kockázatokról, az megint más dolog. Mert lehet, hogy nem tudom, nézzük meg például Bulgáriában, ahol a lakosság nagy része, ugye vannak felmérések Európában, hogy az adott lakosság mennyire támogatja mondjuk Ukrajna támogatását, Európában a lakosság túlnyomó része támogatja. Igen, erről múlt héten beszélgettünk. Igen, de például arra a kérdésre, hogy támogatják-e a fegyverek átadását Ukrajnának, ott már van egyfajta megosztottság, és Bulgáriában a lakosság túlnyomó része nem támogatja a katonai eszközök átadását, a fegyverek átadását Ukrajnának, mégis a bulgár kormány a háború eleje óta konzekvensen küld fegyvereket Ukrajnának, ráadásul úgy, hogy Bulgáriában nagy számú szovjet időkben maradt készletek vannak, és képesek is ilyen eszközöket gyártani. Tehát itt mondjuk szembe ment a választói akarata, de nem azért, mert ahogy Robert fogalmazott, egy ügyet szolgálnak, vagy lehet, hogy ez is benne van, de az elsőleges oka az, hogy a bulgár kormány az orosz befolyásra nézve, az orosz biztonsági kockázatokra nézve
úgy tekint, hogy ez a nemzeti Bulgária jövőjével szembeni kihívás, vagy kockázatokat jelent az orosz befolyás kiterjesztése, kockázatokat jelent Bulgária számára, és attól, hogy a lakosság nem támogatja a fegyverek átadását, a bulgár kormány felvállalja a felelősséget, és azt mondják, hogy mégis küldjünk fegyvereket. Ez célponttá teszi őket, és bizonyos gazdasági dolgokban komoly hátrányt is jelent Bulgáriának, hiszen Bulgáriát Oroszország egészen hamar lekapcsolta az orosz gázvezetékről, tehát nem érkezik jelenleg orosz gáz Bulgáriába a vezetéken keresztül. De a bulgár kormány felvállalta ezt a saját víziójukat, hogy Oroszország kihívás, és ezért mindent meg kell tenni Oroszország megállítására. Tehát ebből a szempontból lehet eltérés mondjuk a vélemény, a lakosság véleménye és az adott ország vezetésének víziója között. Örülök, hogy felhívtad a figyelmet a lakosság véleményére méghozzá azért, mert... Nem, de szeretnék vitatni valamit, István. Akkor hadd dobjam be rögtön a következő témát, és akkor még kérlek, hogy térj vissza, és mondd majd ezt a vitatást. Ez csak egy tételmondat lesz a Pew Research Center-nek egy kutatása, ami azt mondja, hogy az izraeli konfliktus fontosabb az amerikaiaknak, mint az ukrajnai háború. Erről cikkek sorozata született, hogyha a kedves nézők el tudják olvasni, nem mennék most bele itt a számokba. Robert, parancsolj! Hát erősen vitatom azt, amit Anton mondott, hogy egy demokráciában élünk, egy fél demokráciában élünk. A demokráciában éltünk talán a 90-es évek elején. Most, mikor de facto az életünknek az életünket befolyásoló politikai döntések egy jelentős része nem a nemzeti kormányok által hozzatatik, hanem mondjuk Európáról beszélek, hanem az európai bürokrácia által, akkor nem élünk egy demokráciában. Tehát ezek nem olyan politikusok, akiket ki lehet szavazni, akiket holnap a szavazatommal ki tudok, akár átételeken keresztül is ki tudok szavazni a hivatalából. Tehát itt én ebben láttam a problémát, hogy van itt egy egész sor játékos, akik mondjuk ezelőtt 40 vagy 50 évvel a nyugati világban nem léteztek, és gyakorlatilag semmilyen, be vannak betonozva mindenféle népakarat vagy a népi befolyás ellen, és ez egy nem egy hiba, ez a rendszernek a jellegzetessége, így lett fölépítve az Európai Unió, így lett fölépítve a rendszer, és így látják az amerikai progresszívek is mondjuk a világnak a jövőjét, hogy ez jó, hogy így van. Tehát, úgyhogy azt állítani, hogy demokráciában élünk, és eznek van egy ilyen belső korrekciós mechanizmusa. Szerintem ez a belső korrekciós mechanizmus csak fél lábbal működik, mert a döntéseknek legalább a felét nem olyan döntéshozók hozzák, akiket ki tudunk egy 5 perc alatt szavazni a hivatalukból. De ez, ami a demokráciát illeti, ami pedig ez a háborúk relatív fontosságát illeti, ez teljesen egyértelmű. Tehát én ezt mondom a háború első pillanatától, mondtam még mielőtt kitört volna a közel-keleti háború, hogy a legnagyobb fenyegetés Ukrajnára nézve egy távol-keleti vagy egy közel-keleti háború, és tehát ha ismerjük Amerikának a geopolitikai világnézetét, akkor ez magától értetődik. Tehát itt, szerintem ez nem kell meglepjen senkit, hogy az amerikai elektorátus így gondolkodik, de ez bele is van húzagolva Amerikának a Bretton Woods-i világrendjébe, hogy ezek a fontossági sorrendek, különösen az utóbbi 20-30 évben. Hát a demokráciáról annyit, hogy nem egészen 4 hónap múlva, hogy választások lesznek az Európai Parlamentben, június 6-án, 7-én, ha jól emlékszem. 9 azt hiszem, de most... Vagy lehet, hogy 9, és akkor mindenkinek lehetősége van megválasztani azokat a képviselőket. Ugye ez több napról van szó, tehát hogy 9. azt hiszem az utolsó hát nap. Európán... Szerintem nem, tehát hogy Európán belül van szétszórva, de igen. Az adott országokban... De az eredmény az egy napon fog majd jönni. Tehát mindenkinek lehetősége lesz megválasztani azokat a képviselőket. Június 6 és 9 között. Akik képviselik őt, és azok a megválasztott képviselők fogják megválasztani azokat a szerveket, amelyek majd az Európai Bizottságban, vagy más európai szervekben hoznak bizonyos döntéseket. Tehát én hiszek az európai demokráciába, és hiszek, hogy mindennek megvan a maga hely, még azzal együtt is, hogy Magyarországot az elmúlt években nem feltétlenül jó nyomás, vagy jó folyamatok érték az Európai Unió részéről. De ez egy közös projekt. És hogyha visszautazunk az időbe, azért nem így nézett ki az előző. Nem, egyértelműen. Nem, tehát ezt nem vitatom, egyértelműen elindult az nem egész. Nem ezt ígérték. Egy ideológiai irányba, ebben nem is akarok ebbe a vitába belemenni. Az, hogy az Európai Unió vagy nyugat-európai vezetők részéről
milyen gondolatok fogalmazódtak meg az Európai Unió jövőjéről, vagy hogyan képzelik el, az szerintem egy másik kérdés, és ez a vita nem messzire vezet, de önmagában az, hogy az európai döntéshozó szerveknek a képviselőit mi választjuk meg, ha tetszik, nem tetszik, ez egy közös projekt, amelyben a résztvevő államoknak, tehát lehet, hogy nem tetszik, hogy olyan képviselők kerülnek bele, nem tudom, Csehországból, vagy nem tudom, Franciaországból, akik mondjuk ellenségesek Magyarország irányába, vagy olyan döntéseket hoznak, amelyek nem túl kedvezőek Magyarországra nézve, de ettől függetlenül ezt el kell fogadni, hogy ezeket a képviselőket demokratikus úton Franciaország állampolgárai választották meg, és ez, mivel ez egy közös projekt, ezt el kell fogadni, és ennek megfelelően kell felépíteni a külpolitikánkat, és ennek megfelelően kell cselekednünk, tetszik vagy nem tetszik. A Pew Research-re nem foglalkozom az Egyesült Államokkal, könnyen el tudom képzelni, az Egyesült Államokban egyébként Izraelt, van ugye egy erőteljes izraeli lobby, amely hangoztatja a véleményét, sőt, van egy erőteljes lobby, amely ugye ez a Free Palestine féle irányvonalat követ. De hát ha megnézzük mondjuk az európai médiát, az európai döntéshozók nyilatkozatát, Izrael lekerült a napirendről. Tehát az, hogy mi történik jelenleg a gázai övezetben, az európai médiában mondjuk ilyen marginálisan jelenik. Tehát ezt nem értékelés szempontjából mondom, hogy jó vagy rossz, hanem tények szempontjából mondom, igen, hogy az izraeli témák a háttérbe szorultak, viszont Ukrajna, mint külpolitikai téma továbbra is dominálja az európai média figyelmet. Van még egy kb. 2 percünk a hírefemes műsoridőből. Kezdjünk bele egy új témába, aztán majd meginvitáljuk a hallgatókat, hogy a Mandina YouTube csatornájára kattintsanak, és ott folytatjuk a beszélgetést. A Trump külön szövetséget hozhat létre a NATO-n belül Orbánnal és Erdogánnal. Az amerikai ex-elnök volt nemzetbiztonsági tanácsadója Die Weltnek beszélt arról, hogy mi következhet, ha Trump legyőzi Bident a novemberi amerikai elnökválasztásra. Most egy hírt olvastam fel, egy szemlét olvastam fel. Mit gondoltok erről? Mi a hírforrása, kérdezem vissza? Hát a Die Welt. A Die Welt. Die Weltnek adta ugye azt az interjút. Uh-huh. Hát nézd, most minden ugye az elnökválasztások prizmáján keresztül kerül bele a hírekbe, vannak médiaforrások, amelyek Trumpot próbálják demonizálni, vannak hírforrások, amelyek pont ellenkezőleg pozitív képet festenek róla. Én egy héttel ezelőtt a Danube Institute-ban volt egy vitám egy kanadai professzorral, háborús szerepvállalásról volt szó, és ő egyébként a vitán kívül, zárt körül, vagy vele folytatott beszélgetésen azt mondta, hogy az ő víziója az, hogyha majd Trump kerül hatalomra, akkor az angolszász világnak vissza kell térni a gyökerekhez, és ő szerinte az a katonai szövetség, amely mondjuk a NATO helyére jönne, az Kanada, Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Ausztrália együttműködéséből állna, és minden más csak mellékes lenne, csak ennek a négy országnak a katonai együttműködése számítana. Robert, nem tudom, neked van-e ezzel kapcsolatban hozzáfűzni valót ehhez a NATO-n belüli tengelyhez? Néhány megjegyzés ezzel kapcsolatban, tehát teljesen egyértelmű, hogy a nyugati civilizáción belül az angolszászok egy külön klubot alkotnak, és ezt hol látjuk? Ezt látjuk a nyugati politikának a tudatalattiában, a hírszerzési együttműködésben. Tehát lehetsz te bármilyen közeli szövetségese az amerikaiaknak, ha nem vagy angolszász állam, akkor nem fogsz belekerülni abba az 5 szem nevű zárt klubba, ahol az angolszászok megosztják egymás között a legérzékenyebb hírszerzési erőforrásaikat, mondjuk úgy, és ez egy exkluzív klub, és ezt el kell fogadni. Tehát az, amiről ez az úriember beszélt, hogy kell legyen egy ilyen belső angolszász klub a nyugati világon belül, ez már létezik. Ez létezik, és ezt nem lehet letagadni. Voltak elképzelések avval kapcsolatban, hogy a britek és az amerikaiak, meg a többi ilyen angolszász sziget egy gazdasági szövetséget is létrehoznának. Ennek a
a létjogosultsága mondjuk úgy sokkal kétségesebb a távolságok miatt, tehát vannak itt objektív nehézségek, de látjuk, hogy a politikai ösztön az ugyanabba az irányba viszi őket, nem véletlen, hogy mindannyian ugyanannak a Nagy-Britániának a gyermekei, ugyanazt a politikai, ugyanazt a jogi hagyományt követik, ugyanaz a kultúra, ugyanaz a nyelv, még akkor is, hogyha a közös nyelv elválasztja őket egymástól, ahogy Churchill mondta, de látjuk azt, hogy ez egy zárt klub. Tehát ez avval kapcsolatban, amit Anton mondott, így ami Boltont illeti, meg ezeket az ostobaságokat, amiket Trumppal kapcsolatban hallunk, Trump először is nem egy izolacionista, hanem egy jeffersoni külpolitikát folytat, vannak balhék, amiben beleállt, vannak balhék, amiben nem állt bele, látjuk azt, hogy Qasem Soleimani két perc alatt levitte kajakra, pedig addig Qasem Soleimani szent volt és értetetlen annak ellenére, hogy mindenki tudta, hogy ő a Carlosnak, a sakánnak, a modern megfelelője szteroidokon, mondjuk, mint a globális terrorizmusnak a pápája, mondjuk úgy, és gyakorlatilag sérthetetlen volt, ameddig Trump úgy másképp nem döntött. Tehát látjuk azt, hogy hajlandó beleállni bizonyos konfliktusokba, amiben nem akar beleállni ezek a hosszú háborúk, és látjuk ezt a jeffersoni típusú külpolitikát, ez minden csak nem izolacionizmus. Tehát ez a második dolog, amit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, és amit Trumpról nem lehet elmondani, hogy nem egy konzervatív ideológus. Tehát az, hogy Trumpnak az ellenségei most azt mondják Trumpról, hogy hát össze fog állni a többi nem liberális európai, vagy többi nem liberális, vagy kevésbé liberális NATO hatalommal is egy zárt klubot alkot, én ezt csak az érdekek alapján tudom elképzelni. Trump nem egy ideológus, ő egy üzletember, ahol hasznot lát, vagy biztonsági hasznot, vagy stratégiai hasznot, vagy üzleti hasznot, ott bele fog állni abba az üzletbe, vagy abba az ügyletbe, de nem ideológiai alapon. Trump nem egy ideológus, és én szerintem Európa kicsit ilyen mumusként használja Trumpot, ijeszgetik egymást és a világot is Trumpnak a külpolitikájával. Én azt hiszem, hogy Trump külpolitikája volt az, amelyik először adott fegyvereket Ukrajnának, mikor úgy ítélte meg, hogy erre van szükség, hogy stabilizálják a helyzetet Oroszországgal szembe. Trump volt az, aki megakadályozta azt, hogy további háborúk törjenek ki, megvédte Európát gyakorlatilag, a kollektív európai biztonsági architektúrát azáltal, hogy elrettentette az oroszokat pont ebben a szeszélyes természetével. Én azt hiszem, hogy rengeteg rossz dolgot és rengeteg jó dolgot lehet elmondani Trumpról, és megpróbálni befesteni csak fekete színekben, ez erősen politikailag motivált, vagy erősen infantilis dolog. Tehát mint minden politikus, Trumpban is, meg Biden elnökben is voltak jó és kevésbé jó aspektusok, és ezeket a mérleg serpenyőre kell helyezni, ezt is és azt is. Egyetértve Roberttel, csak még egy dolog, hadd reagáljak a hír kapcsán konkrétan, hogy tehát ezen túl egyébként elképzelhető egy szorosabb együttműködés, védelmi együttműködés az Egyesült Államok és mondjuk Törökország, Magyarország vagy más államok között, hiszen a régióban jelenleg a védelmi erőknek a modernizációja Közép-Kelet-Európában és a Balkánon, éppen itt Magyarországon figyelhető meg. Magyarország, tudja, Törökország a NATO legütőké, nyilván az Egyesült Államok után a NATO második legütőképesebb erejét jelenti. A régióban pedig Magyarország, részben Románia, Lengyelország pedig nagy erejű katonai modernizációs programot hajt végre. Tehát ebben a dimenzióban abszolút racionális, hogy az Egyesült Államok együttműködjön ezekkel az országokkal, a NATO-n belül, mert... Meg hát nyilván azokkal működik mindenki, akikkel jobban van. Ez is igaz. Hát most is azt látjuk Bidennél, hogy ő is azokkal működik együtt, akikkel jobban van. Magyarország nincs ebben a klubban. Így van. De még egy szempontot hadd hozzak be, hogy Magyarország ugye alapvetően nem az amerikai fegyverekre tette le a voksát, mi ugye elsősorban német fegyvereket szerzünk be, tehát itt mondjuk kevesebb a közös együttműködési pont, mert önmagában ugye az amerikai fegyvereknek a beszerzése, használata, a tömeggyártása, ugye betanítás az önmagában egy együttműködési lehetőséget kínál azoknak az országoknak, amelyek ilyen fegyvereket szereznek be. Mi ugye elsősorban Németországtól szerezzük be ezeket a fegyvereket. Illetve a repülőgépeket Svédországból. A repülőgépeket pedig ugye a Gripeneket Svédországból. Lengyelország ezzel ellentétben ugye közvetlenül Amerikával működik együtt ezen a katonai védelmi téren, meg egy sor más országgal is, de az amerikai fegyverbeszerzés kapcsán ugye lengyeleknek nagyon komoly együttműködései vannak az Egyesült Államokkal, mi ugye inkább a másik partnerekkel kerestük eddig az együttműködést. Belementünk ebbe a Biden-Trump ellentétbe.
és elkezdtünk már stratégiai nézőpontokat behozni, és akkor itt a műhelytitkot elállunk a kedves nézőknek, hogy az a műsor az ilyen kvázi közösségi szerkesztésű, vagy közös szerkesztésű, méghozzá azért, mert mi hétközben is dobálunk egymásnak témákat, és gyakorlatilag egy ilyen folyamatos megbeszélés, aminek az eredményeképpen leszűrődik az, amit itt a műsorra megpróbálunk beleszuszakolni ebbe a körülbelül egy órába. De egy ilyen téma volt, és ráadásul Robert hozta fel ezt a témát, a közel-kelet stratégia kérdése, főleg Biden szemszögéből. És akkor Robertnak át is dobnám a szót, hogy ezt egy pár gondolat erejéig próbáljuk meg fölvázolni. Én azt hiszem, hogy a fő különbség, ami a közel-keleti politikáját illeti Biden elnöknek, meg Trump elnöknek, azt össze lehet foglalni két pontban. Az egyik a palesztinoknak a szerepe, a másik pedig Iránnak a szerepe ebben a kérdésben. Tehát a hagyományos amerikai politika Iránban a problémát látta, és nem a megoldást. Obama elnök, mint minden másban ebben is, azok, akik nagyon-nagyon okosak, nagyon-nagyon rengeteg diplomával rendelkeznek, okosabbnak gondolják magukat a kollektív, az előttük levő tisztviselő kollektív bölcsességen, és azt mondta, hogy próbáljunk meg valami újat, próbáljuk meg Iránban a megoldást látni, és nem a problémát, és akkor kezdődött ez a hosszú távú békéltető politika Iránnal szembe, ez a teljesen patetikus és nevetséges atomegyezmény, amelyiken annyi lyuk volt, mint egy holland sajton, tehát aki elolvasta komolyan ezt az egyezményt, és nem szenvedett papírfétisben, az egyből látta, hogy az egésznek nincs semmilyen létjogosultsága, de ez volt a filozófiai, vagy a politikai filozófiai alapja az egésznek, hogy Irán nem a probléma, hanem a megoldás, és épp úgy, hogy sokszor az iskolának a rossz gyerekét nevezzük ki, felelősnek a szünetbe, akkor lehet, hogy ezzel sikerül bekapcsolnunk ebbe a nemzetközi rendszerbe, és ezzel megnyerjük magunknak. Tehát ez volt az Obama adminisztrációnak az Irán politikája, és ezt folytatta bizonyos szinten Biden elnök, és látjuk azt, hogy mind a mai napig, mikor az Egyesült Államok gyakorlatilag egy proxy háborúban áll Iránnal, vannak még mindig az adminisztrációban olyan dinoszauruszok, akik kétségbe esetten kapaszkodnak ebbe az Irán mint megoldás, és nem Irán mint probléma kérdésbe. Tehát ez az egyik pont. A másik pont pedig a palesztin kérdéssel kapcsolatban. A hagyományos paradigma, különösen az amerikai külügyminisztériumban az volt, hogy a közel-kelet összes problémáját, a kurdokat, a huszikat, a bármit, nem lehet olyan problémát kitalálni a közel-keleten, amit ne lehetne megoldani avval, hogyha megoldjuk a palesztin kérdést. Abban a pillanatban megoldottuk a palesztin kérdést, minden varázslatosan a helyére fog kerülni, minden ilyen probléma. Most ehhez ragaszkodott az amerikai külügyminiszter, főleg ez a State Departmentnek az arabistái, hogy Bernard Lewis hívta őket, ragaszkodtak ehhez a dologhoz, és ameddig el nem jött Trump elnök, és azt mondta, hogy próbáljuk meg, ha eddig nem működött, próbáljuk meg fordítva csinálni a dolgokat, próbáljuk meg kívülről befelé haladva megoldani a palesztin problémát. Tehát először normalizáljuk Izrael kapcsolatot a környező államokkal, és hagyjuk a palesztinokat utoljára. És ne adjunk a palesztinoknak vétójogot az összes ilyen normalizációs szerződéssel kapcsolatban. És ebben a kérdésben Biden adminisztráció pedig a hagyományos State Department álláspontot képviseli, hogy minden áron meg kell oldani a palesztin kérdést, mielőtt tovább lépünk az ábrahámi egyezményekkel, és ennek a legbiztosabb jele az, hogy azt mondják, hogy ahhoz, hogy Szaúd-Arábiával lehessen normalizálni Izrael kapcsolatait, először meg kell oldani a palesztin kérdést, és gyakorlatilag vétójogot adunk a palesztinoknak a közel-keleti rendezéssel kapcsolatban. Tehát ez a két különbség a Biden közel-keleti stratégia, meg a Trump közel-keleti stratégia között. Irán és a palesztina. Szerinted ez a gázai konfliktus el fog tartani addig, amíg az amerikai elnökválasztás eredménye meg nem születik, és meg nem látszik, hogy melyik stratégia fog majd hosszú távon érvényesülni az Egyesült Államok részéről? Úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok mindent megtesz, hogy a szőnyeg alá söpörje ezt a problémát. Tehát elvárják azt, hogy Izrael tegyen mindenféle nyilatkozatokat, meg a palesztinok tegyenek mindenféle játszatlépéseket, akkor is, hogyha tudva tudják, hogy az egésznek nincs semmi értelme. Tehát Izraelben két dolgot láttunk. Láttuk azt, hogy volt egy szavazás a parlamentben, amikor a 120 képviselőből 99 elfogadta azt a határozatot, hogy Izrael határozottan ellenez minden olyan próbálkozást, hogy egyoldalúan megpróbáljanak ránk kényszeríteni egy palesztinokat.
palesztin rendezést. Ilyen konszenzusra nem emlékszek az izraeli parlamentben soha. Tehát ez a parlamenti képviselők 82%-a, az nem kétharmad, ez sokkal több, mint a kétharmad. Ez az izraeli kétharmad, mondjuk úgy, ez 82%. És láttuk most a helyhatósági választásokon a konzervatív jobboldali erők, nem feltétlenül a kormánypárt, de a konzervatív jobboldali erők igen-igen megerősödtek, és azok azok a polgármester jelöltek, akiket ezek a protestmozgalmak támogattak, mind elhasaltak ezekben a választásokban. Tehát mindig azt szokás mondani, hogy ezek a helyhatósági választások, ezek mindig egyfajta ilyen barométer a nemzeti hangulatnak, vagy a választásoknak, és ha itt lett volna egy változás, akkor ez kihatott volna a nemzeti választásokra is, ha majd egyszer bekövetkeznek, de látjuk, hogy mi a közhangulat. Tehát látjuk, ez a közhangulat Izraelben. A palesztinok körében a közhangulat a Hamas. Tehát amit a Hamas mond, ez a palesztin közhangulat manapság. Most az amerikai Egyesült Államok jelenlegi adminisztrációnak a politikája szembe megy mind a két népnek a hangulatával, az utca szellemével, mind a két oldalon. Ugyanis megpróbálnak mindent megtenni, a szőnyeg alá söpörjék ezt a konfliktust, hogy Biden egyfajta diplomáciai sikerrel tudjon az elnökválasztási kampány célegyenesébe belépni. Ugye sikerülni fog-e neki, én nem tudom. Van itt még egy kártya, itt van Irán is. Nem vagyok benne biztos, hogy Irán itt hallgatni fog, és csendbe tűri, hogy az amerikaiak összehozzanak itt egy közel-keleti rendezést, és egy Irán ellenes koalíciót, anélkül, hogy beledobjanak a gépnek a fogaskerekei közé egy villáskulcsot. Tehát én azt hiszem, hogy itt van három olyan játékos a közel-keleten, akik nem akarnak kooperálni a Biden adminisztrációnak az álmaival, mondjuk úgy, Izrael, palesztinok és Irán, és én azt hiszem, hogy ebből az következik, hogy ez a háború el fog húzódni, ez a konfliktus el fog húzódni még akkor is, hogyha az amerikaiak mindent megtesznek, hogy ezt lezárják. Van itt egy pont, és akkor ez lenne gyakorlatilag az záró kérdésem mind a kettőtökhöz, ez pedig az, ugye Robert utalt rá, hogy az amerikaiak megpróbálják szőnyeg alá söpörni ezt az egész helyzetet, és hogy ne folytatódjon magas szinten ez a konfliktus, hogyha jól értette, amit mondtál. És akkor most milyen helyzet, akkor egészen konkrétan az Izraelnek és Ukrajnának szánt amerikai támogatása. Hol tart ez a történet? Mert ugye elakadt, majd továbbment, majd újra elakadt. Ugye beszéltünk már róla, hogy ezt a támogatási csomagot elsősorban az elnökválasztások tükrében kell vizsgálni. Nem önmagában Izraelről, vagy Tajvánról, vagy Ukrajnáról szól, hanem csak arról, mind a kettőt alapvetően befolyásolja. Mindegyiket alapvetően befolyásolja, de ez arról szól, hogy kikerüljön hatalomra az Egyesült Államokban 2023 végére, és itt eluralkodott az általános álláspont az amerikai kongresszusban, hogyha ennek a csomagnak az el nem fogadása kudarcot jelent Joe Biden számára, és ezzel segíti a republikánus oldalt a győzelemhez, akkor ezt meg kell tenni, bár számos republikánus képviselő is, vagy hát a legtöbb azon az állásponton van, hogy ezeket az országokat támogatni kell. Ugye itt inkább a szélső bal és a szélső jobb képvisel más álláspontot ezzel szemben, de a nagy többség egyetért abban, hogy ezeket az országokat támogatni kell. De ha ennek az elnemfogadása kudarcot jelent Joe Biden számára, és ezzel közelebb viszi a republikánus oldalt a győzelemhez, akkor ezt meg kell tenni. Úgyis majd Európa kitámogatja Ukrajnát, vagy Izraelt, és majd lesz lehetőség korrigálni, vagy lesz lehetőség ilyen támogatást nyújtani, ha lezárulnak az amerikai választások. Robert, te hogy látod ezt? Én úgy gondolom, hogy ne csináljunk a Biden elnökből palesztint. Tehát kicsit úgy állunk a Biden adminisztrációhoz, mint hogyha nekik semmilyen ráhatásuk nem lenne az egészre, és a gonosz republikánusokon múlik minden. Tehát ha Biden adminisztrációnak csak annyit kéne tennie, hogy kicsit lejjebb kéne adniuk a határpolitikájukból, tehát hogyha kicsit jobban odafigyelnének arra, amit nem csak a szélső jobb oldal, hanem az amerikai baloldal egy bizonyos része, az amerikai közvélemény jelentős része mond, hogy kicsit elég volt már az illegális migrációból, és ezt a határnak az ellenőrzését kicsit komolyabban kéne venni, akkor ha is erre komolyabb erőforrásokat szánni, akkor megszavaznák ezt a dolgot. Tehát lehet, hogy ha paradox módon, ha a Biden elnök most szakítana a saját eddigi politikájával, gyakorlatilag teljesen elfogadta a szélsőbalnak az álláspontját a határokkal kapcsolatban, pontosabban a szélsőséges progresszívoknak az álláspontját, hogyha ebben szakítana és az amerikai többségnek a véleményéhez csatlakozna, és azt mondaná, hogy oké, megértettem, hogy
ez most kicsit már sok nekünk, és akkor komoly erőforrásokat biztosítani a határ lezárására is, és az illegális migráció elleni harcra, akkor pillanatok alatt tetőle alá lehetne hozni ezt a dolgot. A probléma az, hogy a Biden adminisztráció mindent akar, tehát azt győzni akar az ukrán politikájában is, a közel-keleti politikájában is, a határpolitikájában is, és akkor ez arra nyilvánvaló, hogy magára maradt. Mert a probléma az, hogy mind a három körbe vannak olyanok, akik nem játszanak. Tehát három olyan játékról van szó, hogy vannak, akik nem akarnak játszani, és akkor a végén nincs elég játékosok, hogy megszavazzák ezt a dolgot. Tehát én azt hiszem, hogy a felelős felnőttnek kéne itt felelősséget, felelős magatartást mutatnia, és nem újjal mutogatni a republikánusokra. Tehát, hogyha ha Biden elnök és a Biden adminisztráció mutatna egy készséget a kompromisszumra, akkor ezt 5 perc alatt meg lehetne szavazni ezt a segélyt. Bocsánat, semmi esetre se akarom a felelősséget republikánusokra hárítani. Ez az elnökválasztásokról szó, ugyanúgy felelős benne a demokrata oldal is, a republikánusok is, de azért az amerikai kongresszus előtt ugye ott volt az a csomag is, amelyben belerakták a határkérdést is, tehát volt egy kompromisszumos megoldás, csak aztán ugye a képviselők azt sem fogadták el arra hivatkozva, hogy ez nem kellően, vagy ez nem elég az, amit... Nem volt elég, vagy hogy máshogy kell, vagy nem most kell, hanem előbb kellett volna, és nem az elnökválasztások előtt kell ezt megtenni. Tehát ez alapján is azt látom, hogy ez elsősorban az elnökválasztásokról szól, és a kimenetelről, hogy ki lesz az Egyesült Államok elnöke, függetlenül attól, hogy mit lép az egyik vagy a másik oldal, nem akarnak sikert, nem akarnak eredményt adni az egyik vagy a másik oldal kezébe. Minden, ami most siker Joe Bidennek, az rossz Donald Trumpnak és a republikánusoknak, és pont fordítva minden, ami kudarcot jelent a republikánus oldalnak, amivel rájuk lehet húzni a vizes lepedőt, az sikert jelent Joe Biden számára, úgyhogy az elsősorban a következő időszakban erről fog szólni. Az amerikaiaknak nem sürgető, és akkor utolsó kérdésem, hogy kinek sürgősebb ez a támogatás, Izraelnek vagy Ukrajnának? Hát Izraelnek ez egyáltalán nem. Tehát Izraelnek is fontos ez a támogatás, de Izrael nincs egy akkora veszélyben, mint Ukrajna, és Izrael egy igen gazdag ország. Tehát tisztába kell lenni avval, hogy Izraelnek megvannak az anyagi erőforrásai, hogy az államnak a működése, a civil működése nem ezektől a segélyektől függ. A hadseregnek a működése nem attól függ, hogy most megszavazzák azt a pár milliárd dollárt, vagy nem. Nyilvánvaló, nagyon fontos dolgokról van szó, és beszélhetünk arról, hogy mit akar Izrael beszerezni ezekből a dolgokból, mit vásárolni ezen a pénzen. De nyilvánvaló, hogy Ukrajnának sokkal nagyobb szüksége van rá. Ugyanakkor van még egy dolog, amit szeretnék mondani. Én úgy gondolom, hogy ha azt vizsgáljuk, hogy mi a nagyobb kudarc, szerintem az legalább akkora kudarc, hogy az amerikai elnök nem képes ilyen fontos politikai kérdésekben kikalapálni kompromisszumot. Ez pont olyan kudarc, mint most behódolni idézőjelben a republikánusok akaratának. Itt nem behódolásról van szó, itt van egy felelős felnőtt, van egy kormány, amelyiknek van egy igen agresszív ellenzéke, és azt hiszem, hogy a politikai ügyessége meg a kormányzási képességed abban nyilvánul meg, hogy mennyire vagy képes egy ilyen ellenséges táborról is együtt dolgozni, és elérni azokat a célokat, amik fontosak neked. Mert nem csak a határa nem jut pénz, hanem Ukrajnára se jut pénz, ami az Egyesült Államok számára, a Biden adminisztráció számára egy deklarálta nagyon fontos dolog. Hogyha ennyire fontos, akkor talán mutass készséget kompromisszumra, és készséget arra, hogy egy ilyen kompromisszumot tető alá tudsz hozni. Ha erre nem vagy képes, ez egy pont akkora kudarc, mint megvetni a sarkad, és azt mondani, hogy akkor azért sem. Jó, de abszolút ebben, bocsánat, végszót akartam mondani. Igen, jó, de hogy ebben egyetértünk, mert ez még jobb végszó. Mert ugye ez egy, hogy mondjam, az amerikai elnöki tehetetlenségnek a teljes mértékű demonstrálása a külvilág felé, Oroszország felé, Kína felé is, hiszen ezzel ugye azt demonstrálja az amerikai elnök, hogy nem képes arra, hogy a számára fontos stratégiai ügyekben döntésre jusson, mert függetlenül attól, hogy van-e erős ellenzék, vagy nincs erős ellenzék, ez valóban a kompromisszum készségről szól, és arról, hogy mennyire sikerül ezeket a döntéseket keresztül vinni, és hát 5 hónapja nem sikerül ezeket a fontos döntéseket keresztül vinni, tehát az amerikai tehetetlenségről tesznek egy nagyon komoly biztonságot. Akkor ez a végszó. István, lehet még egy szó? Nem, ez a végszó. Ja, oké.
Ja, csupán egyetlen egy dolgot szeretnék mondani. Itt nem csak az adminisztrációról és az elnök személyéről van szó, hanem látjuk, hogy az egész amerikai politikai rendszernek a bénultságát, az amerikai képviselőháznak a bénultságát. Gyakorlatilag nem képesek olyan érdekeket és olyan értékeket megfogalmazni, amivel kapcsolatban konszenzus tudnak kialakítani, és ez kihat mindenre az égvilágon. A belpolitikájukra, a határpolitikájukra, Amerika külpolitikájára, Amerika energiapolitikájára, mindenre kihat tulajdonképpen, és a világ hegemon hatalma gyakorlatilag meg van bénulva. Ez a konklúzió ennek a helyzetnek most. Nem úgy, mint Oroszországban, ahol egy nem úgy, mint Oroszország. Nagyon izgalmas elnökválasztásoknak nézünk elébe, és ugye mindannyian egyébként azon aggódunk, hogy vajon ki, Vladimir melyik Putin jelölt. Igen. Jó, hát akkor köszönöm szépen. Robert C. Kasszának is benne az Eszkiatonnak. A jó hangulatban kezdődött és jó hangulatban végződött beszélgetés, és köszönjük a Mandiner nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek, hallgattak bennünket. Ez volt az eheti Harctér. Jövünk a jövő héten is. Addig is tartsanak velünk és kövessék más műsorainkat. Viszontlátásra, viszonthallásra.